Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Világnézet, a mikrofonnál Longover András hallhatják ünnepi műsorunkban, március 15-i műsorban pedig vendégünk Somkoti Bálint, biztonságpolitikai szakértő, akit nagy szeretettel köszöntünk a műsorban. Napot hogy a hallgatókat és a nézőket. Az apropója a beszélgetésünknek az egyik apropója, hogy írtál le cikket az Indexen, amelyben tényekről és tévhitekről beszéltél 48 kapcsán. Miért tartottad fontosnak ezek, ennek a cikknek a megírását, és, csak így a hallgatók számára egy ilyen összefoglaló jellege, milyen jellegű tényekről meg lehet beszélni. Hát amikor közegett az időpont, akkor én voltam a tudomásom szerint egyetlen történész a csapatban, amikor még az indexnél dolgoztam, és jött egy ilyen felkérés, hogy akkor már a szakértő írjon a, a, témáról, ami azért volt vicces, mert alapvetően modern hatörténelmel foglalkozom, hogy valóban történész vagyok, de ez egy kicsit távol áll tőlem ez a sztori, úgyhogy egy viszonylag komolyabb kutatás előzte meg, és nagyon érdekes történeteket találta meg közben. Például a klasszikus téfit, hogy Petőfi a, a, múzeumnak, a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőn elszavalt a Nemzeti Dalt. Négyszer szavalt el aznap a Nemzeti Dalt Petőfi Sándor, de egyszer sem a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjén. Tehát ilyen, ilyen téfitekre gondoltam, mert a másik pedig az nagyon érdekes volt például, hogy, hogy ugye a, a, a történet szerint, ugye ez is közszájon forog a, 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 a nyomdagépnek a hogy ez pontosan hogy történt, de ezt kevesen tudják, hogy Landler-ra kész a tippet adta, utána nagyon komoly represszióban részesült az államhatalom részéről, viszont a társa Heken azt, aki aznap betegséget színeve nem ment be, ő később nagyon komolyan támogatta a magyar ügyet gyakorlatilag. Tehát egy csomó olyan történet, amit vagy rosszul, vagy nem teljesen úgy tudunk, ahogy, ahogy ez történt, és nagyon érdekes sztorik lettek belőle. Éppen a történetet hozzátartozik, hogy én megírtam a cikknek a másik vétel, ami Táncsics szól, de aznap készült egy komolyabb anyag kifejezetten Táncsics Mihályra fókuszálva, hogy az végül nem került bele a, a cikkbe.

Tudni, így Például az... eredetileg a neve az Mihály Stancsics volt, tehát egy egy horvát származású, ugyan magyarul is jól beszélő, de eredetileg horvát származású, kicsit ilyen szocialista utópista volt, aki a börtönében azért tartózkodhatott, mert a várban lévő épületben azokat a mondjuk így polgári vagy nemesi származású bűnelkövetőket, idézőjelve bűnelkövetőket zárták, akikre lehet, hogy nem fognak megszökni. Tehát gyakorlatilag ez a börtön, ez nem is annyira börtön volt, inkább, hanem egy ilyen, mondjuk egy modern fogalom, a rendőri alatt voltak. Tehát ott Táncsicsnek is egy kétszobás, hát mondjuk nem mondanám apartman, de egy kétszobás börtön helysége volt végül is, ahol azért viszonylag normális körülmények között tudott élni, úgyhogy meg is lepődött, amikor kiszabadították, ami gyakorlatilag abban állt, hogy azt a deszkát, ami az ablakot fette, tehát az ő maga is ki tudott van nyitni egyébként belülről, csak ez egy ilyen megállapodás volt az államhatalommal, hogy ő nem szökik meg, és cserébe pedig az államhatalom nem őrzi annyira őt, mint hogy tényleg valami komoly bűnt követett volna el. Egyébként a cikkben az egyik kedvenc elemem, hogy így, így, hát így ember módon számolsz be a történetekről, és ilyen, ilyen címszavak vannak, hogy nem üres gyomorral indultak útnak, már elindultak volna, otthon felejtettek egy eredeti példányt. Mit lehet elmondani így a, a, a te de, hogy kutattad ezeket a témákat, a március 15-ének így a kezdeti jellegéről, kapkodós, megtervezett, mi a, a, hangulata az ottani eseményeknek. Egy dolgot mindig érdemes figyelembe venni, és ez mondjuk a szakterületemhez tartozik, hogy a forradalmak hogy indulnak el, és hogy katonai szempontból mit lehet velük csinálni, hogy egy forradalom az a, egyik kedvenc mondás, szóval a leg, másik legdurvább dolog az emberiség történelmében, az első legdurvább az, ami előtte van. Tehát az, hogy az emberek kimenjenek az utcára, és a, a megélhetés, és a, a, mondjuk az otthon melegének a rutinját fölváltsa egy fegyveres tüntetés, amely komoly veszélyekkel jár azért, vagy egy erőszakos tüntetés, az azért nem hétköznapi dolog. Tehát valaminek mindig meg kell előznie. És a 47-ben nagyon, komoly, a 47 nagyon komoly szárasság volt egész Európában, illetve Európa nagy részén, Észak-Olaszországban, felvidéken, úgyhogy gyakorlatilag nem csak Magyarországon, hanem az egész Habsburg birodalomban nagyon komoly lázongások voltak, és a 48. februári párizsi forradalom nagyon komoly hatással volt egyébként a, a közhangulatra. Ugye a, pár, a márciusi ifjak már szervezkedtek, de ők például 19 a 19-én a Józsefnapi vásáron akartak föllépni, amikor nagy tömeg volt amúgy is a fővárosban, és amikor kirobbant a Pécsi forradalom, vagy a, bocsánat, a Bécsi forradalom kiroban, akkor annak a nyomására, vagy annak a hatására döntöttek hogy ők maguk is fel fognak lépni. Ami egyébként az éjgyomrot, illetve az é, a, a, gyakorlatilag az éjséget illeti, hogy a, a, akkor már nem is pilvaxnak, hanem Pillingernek hívták a, a vagy most hívták a, a, a kávéházat, aminek volt egy ilyen vendégcsalogató szokás, hogy a kávé mellé reggelit is adott. És hogy az amúgy nem túl ö, vastag pénztárcájú márciusi ifjakot tudtak reggelizni, és utána mentek tovább. Egyébként Petőfi Sándor így szavalta el először ö, nyilvánosság előtt a nemzeti dalt, amit nem, nem sok a korábban írt. Egyébként ez nagyon érdekes, szerintem rendkívül korhű vagy hangulatos képet fest az akkori helyzetről. Nem akarjuk semmiképpen sem spoilerezni a hallgatóknak a cikket, hiszen mindenképpen ajánljuk elolvasásra, de azért ami még szemet ütött nekem, hogy hát ugye a katonai szempontból, hogy ugye van helyi őrség, meg, meg léteznek ugye különböző biztonsági intézkedések, amikkel az ilyen forradalmakat azért szok, szoktak úgymond még, még az utolsó pillanatban lefolytani, vagy megakadályozni. Hogy történhetett mégis, hogy ebben az esetben ez nem sikerült? Ja, nem, na, a több nemzetiségű multietnikus birodalmaknak van egy olyan bevetszokása, hogy különböző nemzetiségű alakulatokat nem a saját ö etnikai szálláshelyükön, vagy a felátások helyén, hanem a birodalom távolabbi részén állomásra hozhatják. Ez gyakorlatilag a, már a sumér birodalomtól kezdve a római birodalmat, hát ez egy bevett szokás volt, hiszen nyilván, ha a megvan a nyelvi egyezőség, és sokkal könnyebben föllázadnak, és a központi hatalommal szembeszállhatnak ezek az alakulatok, ezért mindig távol vitték őket. Hogy Magyarországon például olasz alakulatok voltak jellemzően, és ugye a magyar alakulatok voltak Olaszországban, vagy több helyen külföldön, úgyhogy éppen ezért volt a 12 pontnak egy követelése az, hogy ugye hozzák haza a magyar csapatokat. És mivel Észak-Olaszországban is fölrobbant egy lázadás gyakorlatilag az osztrák uralom ellen, ezért a hazánk, vagy a Budapesten, vagy akkor még csak Pest-Budán állomásozó nagyobb részt olasz alakulatokat nem merte kivezényelni a császári vezetés, félve attól, hogy átállnak a lázadók oldalára, ami később meg is történt. Nagyon érdekes történet, ami ide kapcsolódik egyébként, ami sokan is széles körben ismernek, de érdemes elmondani, hogy pont az észak az kapcsolatban jött az ötlet, hogy kokárdát kell viselni, támogatva az észak és innen van az a mai napig az a, az a vicces hogy gyakorlatilag a kokárdát hogy kell helyesen hordani, de miután már így gyökeresett meg, így igazából nem érdemes feszegetni ezeket a, ezeket a szokásokat, de ez egy érdekes történet, egy kevés ismert oldala a március 15-i eseményeknek. Számomra még egy érdekes kérdés, és amiről talán nem biztos, hogy olyan sokat beszélünk így a forradalom kapcsán, ugye Petőfit mindenki ismeri, Táncsisról is sokat hallottunk, Nemzeti Múzeum természetesen ugye a helyszínek között kiemelkedő, viszont katonai szempontból, illetve olyan szempontból, hogy azért a magyarok azért mégiscsak egy, egy nagy hatalom, a kor, egyik nagy hatalmával szemben lázadtak fel. Szerintem rendkívül érdekes aspektusokat tartogat még ez a kérdés. Mennyire mondható el akár más példákhoz viszonyítva, vagy azokból kiindulva, a magyar forradalom sikeresnek abból a tekintetből, hogy méretéhez, adottságaihoz képest egy ekkora birodalommal szemben hogyan sikerült felemelkedni? egy pillanatra én még vissza a kokárdára, én a kabátom a hordom, amit úgyhogy ezért nincs most rajtam. Viszont a katonai én, 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 is egy ilyen kis kokárdát, nem egy ilyen elegáns kis zászlócskát használok. benne van a bakliba. Nagyon érdekes éppen például a sapkarózsa kérdése az osztrák magyar, illetve akkor mi nem voltak az osztrák hadseregben, az osztrák hadseregében, ugye a királynak a nevét hordták a sapkarózsán, amit utána a legtöbben letéptek, és egy, egy hasonló, kitűzött az hasonló piros-fehér-zöld logó került a helyére, ami azt jelezték, hogy ők gyakorlatilag már nem a a királynak, illetve a császának a katonái, hanem a magyar forradalomi Nagyon érdekes, hogy több forradalom is kirobbant 48-ban, ugye volt Észak-Olaszországban, volt Franciaországban. Ezeknek a többségét vagy leverték fegyveresen, vagy viszonylag rövidebb küzdelmek árán sikerült elfojtani őket. A magyar forradalom volt az egyetlen is, és tényleg ebből a szempontból az 1831-es lengyel hasonló például, ahol egy tényleges fegyveres ellenállás, nemzeti fegyveres ellenállás bontakozott ki, ami nem csak ilyen ilyen utcai összecsapásokban és, és gerül a küzdelmekben nyilvánult, meg nem tényleges, reguláris alakulatok is felálltásra kerültek, és utána azok vettek részt ezekben az összecsapásban, Úgyhogy azért is hívják forradalom és szabadságharcnak, mert a forradalmat egy szabadságharc követte, ahol a, a kor mondjuk így katonai és háborús szokásnak megfelelő ütközeteket is vívtak, és például a hadifogságnak az intézménye is, is felmerült nyilván a, a valamikori császári tisztekről, ugye pont az a aradi vértöműn mutatják azért a halálvárt utána, a lázadásért. De gyakorlatilag az, akik orosz fogságba estek például, azokat egyértelműen hadifogolyként kezelték, és, és nem lázadóként. Tehát ez egy nagyon érdekes aspektus ennek a történetnek. Nagyon ö, érdekes az, hogy hogy állt össze a ugye Gyakorlatilag az első körben felállt 12 önkéntes zászlóajból, ugye a harmadik meg a kilencedik ö, nyert ö, nagyobb ö, hírt, ugye a vöröshipkások is közé tartoztak, akik a, a vörös fejfedőkről lettek ö, híresek, és gyakorlatilag ők a háború végéig, vagy a szabadság az végéig elit alakulatnak számítottak jól emlékszem, 146 zászlaj került éppen összesen felállításra később, tehát része más sorozással is. Tehát egy viszonylag nagyméretű hadseregről beszélhetünk, ami azért folyamatosan létszám és felszerelés hátrányban volt az osztrák seregekkel szemben. Ugye itt látszik csak az meg, hogy a forradalomban milyen könnyen jutnak ö, tényleges katonai vezetői pozícióba tehetséges emberek, hogy a görgei mindenképpen ki kell emelni. Azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy sokszor a politikai vezetés beavatkozása, a kosútnak a demping a ragaszkodása azért nagyon sok olyan katonai kudarcot idézett elő, amik, amik azért lehet, hogy el, sőt, biztos, hogy elkülönítettek lettek volna, és akár a forradalmi győzeményt is vezettek, vezethettek volna, hogyha ez a beavatkozás nem történik meg. Személy szerint a hallgatóknak annyit elárulok, hogy számomra azért is rendkívül közel álló ez a kérdés, hiszen én olvastam erről a regényt, amely szerintem az én magán véleményem szerint most azért nem mondom csak a regényt, mert félek, hogy, hogy mennyire volt esetleg Tunai, vagy történelmileg pontos, mi nem annyira ismert könyvről van szó, viszont olyan szempontból viszont nagyon hasznos és inspiráló volt, hogy meg is lehetett ismerni a történetét a honvédségnek így a forradalom alatt, és, és ahogy ön is említette, vagy te is említetted, a, például a illetve az egyéb ilyen vezetőknek a szerepe is tökéletes volt, hogy, hogy hogyan váltották később ugye görgeivel, és hogy utána viszont következett egy olyan hadjárat, amit ugye tavaszi hadjáratként ismerünk, és amennyire én tájékozottam ebben a kérdésben, azért ez egy sikeres hadjáratnak volt mondani mondható, és ugye akár a honvédség helyzetét tekintve, akár katonai bravúrnak is volt nevezhető. Mennyire igaz ez? Ez teljes mértékben igaz. Tehát a a, a, az osztrák haderő ugye a frissen fölálltott, felszerelt ö, alakulatokkal szemben egyértelműen fölénybe érezte magát, hogy egy totális meglepetés volt, hogy egy ilyen támadó hadjátot előkészítettek, és meg is valósítottak. kis ilyen sikerült is egyébként a, a hadműveletnek a célja, az osztrák hadsereg bekerítése, ami azért egy jelentős ö, ö, harci erényeket, tehát egy jelentős harci esemény lett volna egy egy osztrák hadsereget, egy profi kis hivatások által vezetett sereget bekeríteni, így is egyébként sikerült őket gyakorlatilag magyarul. Szinte teljes területéről, ugye most a, a Janúthani Magyarországról beszélünk, tehát ez egy, egy rendkívül jelentős eredmények tekintető. Ugye itt is több olyan balszerencsés, illetve vezetésbeli hiba következett be, ami miatt ez a, ez a teljes bekrétés nem sikerült. De még egy párszót hagyj mondjak arról, hogy a tavaszi úgy, úgy tanítják meg, tanuljuk. De például guyon Rihárd vezette felvidéki hadtestnek a visszavonulása, amiben gyakorlatilag sokszor fegyvertelen vagy frissen bevonult alakulatokból szervezett és hozott létre, egy, egy, nagyon ütőképes seregtestet, ahol például egyébként nem csak magyarok, hanem szlovákok is harcoltak a, a szabadságért, és a híres branyiszkói áttörésben például a, ö, ezek az alakulatok kitűnően szerepeltek, amikor konkrétan farkasorító hidegbe csikorgó jég, borított, szorosan kellett átkelni, és konkrétan szuronyrommal futomították meg az ellenséget. Ezek olyan hőstettek voltak, amik, amik, azért mutatták azt, hogy a, 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 amit Napoleon mondott a moráról, hogy három az egyben áll a fizikai erőhöz képest az mennyire igaz? Akkor nem szűkölködtünk katonai sikerekben és erők, hát ilyen jó pillanatokban, amikre talán jó dolog visszaemlékezni. Az még talán egy érdekes kérdés, tudom, hogy nem szokás ilyet feltenni, illetve az ilyen kérdéseket az igazán szakmai gondolkodók azok mindig elvetik, viszont én megengedem magamnak, hogy ne gondoljak teljesen, ne gondolkodjak teljesen kizárólagosan szakmailag. Mi lett volna, hogy az osztrákok nem hívják be az oroszokat? Ugye ez csak azért egy érdekes kérdés, mert talán jól illusztrálja azt, hogy mennyire volt előtte a magyar katonai tevékenység sikeres az osztrákokkal szemben. Ha maradnak az erőviszonyok, és, és nem kapnak segítséget, ugye, keletről. Elképzelhető egyáltalán, hogy ez mit jelentett volna a honvédség számára erőviszonyokat, illetve katonai jövőt tekintve? Hát gyakorlatilag 48 nyarára lényegében az akkori Magyarország nagy részéről sikerült kiszolgatni a császári csapatokat. Ugye Erdélyben még folytak a harcok, de Dévidéken is folytak kisebb összecsapások, de alapvetően a, a, legnagyobb telete az országnak azért a, a magyar kézen volt már. Itt fölmerült az a kérdés gyakorlatilag ugyanúgy e, a, a, ebben az időben, ami fölmerült korábban is, ugye, amíg az oroszok nem avatkoztak be, hogy hogyan tovább. Ugye a sveháti ütközet gyakorlatilag az, az Bécsnek az előterébe zajlott, és hogy azt egy hosszabb tétovázás előzte meg, tehát egy hónapig nem tétovázik a vezetés, egyértelmű érthető okok miatt, tehát ezért nem lehet fel, felrúlni nekik, hogy ők alapvetően a hazavédelmére esküdtek föl, és a, a, birodalom fővárosnak a megtámadása az már nem tartozott közvetlen ezekbe a kategóriákba, nem sokkal utána volt is a, a híres amikor, amikor a császár tisztek jelentős lemondott a, a honvédseregben képviselt szerepéről. Tehát gyakorlatilag katonai győzelmet akkor, katonai győzelmet akkor lehet politikai eredményre váltani, hogyha mind a két fél részéről megvan erre a fogadókészség. Úgyhogy valószínűleg létrejöhetett volna egy, egy valamilyen magyar önállóság, akár egy független magyar állam is benne volt a pakliba, de azért ez sok mindeneket a bekövetkezni. Ugye nagyon sok esetben láttuk a történelemben azt, hogy egy, 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 hiába vívja ki egy állam alakulata, vagy egy, egy, egy szervezet, vagy egy tartomány a függetlenségét, ha azt nemzetközileg nem ismerik el, akkor azért annak súlyos következmény szoktak lenni, és előbb-utóbb vissza lehet fordítani ezt a folyamatot, ami a szabadsághoz vezetett. Tehát alapvetően az az, az igazi kérdés, és én most nem tudok sajnos válaszolni, hogy a nemzetközi közösség mit gondolt igen, volna igen. egy független Magyarországról. Ugye elméletileg a, a francia célok azok már az első világháború előtt is azok voltak, hogy ne legyen egy erős, független állam Közép-Európában. Hogy ez 1848-ban mennyire volt így, arra nem tudok válaszolni. Az biztos, hogy a németesség nem jött létre, Oroszország, az azért mindig is egy periférikus szerepet játszott, és őt azért annyira nem kérezték volna meg erre a történetre, pláne nem arról, mert nem pravoszláv területről volt szó, tehát ez a civilizációs történet se leérhetett volna igazából szóba. Talán az angol, angol, angoloknak a szerepe lett volna egy igazi kérdés. Üh, én úgy gondolom, hogy figyelembe véve azt, hogy az angol üh, gyakorlatilag politika mindig arról szólt, hogy ne legyen egy egységes, erős hatalom Európában, amely képes lehet az ő érdekeiket fenyegetni, valószínűleg támogatták volna, de ugyanis nem voltak erre kutatások, csak ez nem az én Hát abszolút, abszolút. Katonai viszont, viszont hogy érdekes, akkor viszont ezt végig gondolni meg. Talán így nem rossz, hogyha a hallgatók is így, így fel térképezik ezt maguknak, az hogy, hogy a, hát azért a magyar szabadságharc azért sokkal sok sikerben volt gazdag. Ugye sok hajlamosak talán az emberek, amikor megemlékezünk a 48-49-es szabadságharcról, hát ugye megemlékezünk arról természetesen, hogy ezt leverték és vérbe folytották, viszont ugye azért voltak itt olyan események, amik hát a, ha más nem a magyar haderő és honvédség teljes mértékben jó hírnevét öregbítik, ha abszolút, értem abszolút. Ezt. Például ilyen egyébként Komáromnak a védelme. Tehát egy 20 ezer fős sereg által védelmezett, gyakorlatilag Európa második, harmadik, legerősebb erőgyének tekintett ö, támponttal szemben az osztályok gyakorlatilag tehetetlenek voltak. És az, hogy Klapka György hogy teljes amnestiát el tudta érni az odamenekült menekült honvédség és a civilek számára, az egy jelentős ö, eredmény mondjuk ez hozzájárul az is, hogy nagyon hosszú, nagyon kemény ostrom árán lehetett volna csak kiverni onnan a, ezt, a, ezt viszonylag jelentős erőt. Tehát mindenkinek egyébként szívesen ajánlom magának a komárom erőnek a megtekintését, mert nagyon sok minden mai napig látható belőle is, és megtekintet, és egy rendkívül jól felkészített és látványos múzeum van ott, ami egy kirándulásnak sem rossz egyébként, mert másfél-két kilométert kell sétálni benne. Tehát maga komárom is, és, és ugye nem véletlenül forró, egy népdal is, hogy híres komárom be van, a hogy a fővezére. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan esemény volt, de például az isaszegi csatát, vagy a tápi ibricské csatát is elméthetjük, ahol ténylegesen a, a magyar hadvezetés a, a legjobb ö, erényét csillogtatta meg, ugye Bennnek is a, a győzelmei erdében amit általában egyébként túlerővel szembe vívott ki, tehát számtalan olyan hadi erényt mutatott föl a, 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 a magyar hadvezetés és a magyar, magyar ö, ö, honvédség, amely egyébként mindenképpen a a, a emelte őket. A beszélgetésünk végéhez között még egy pillanatra erejéig kanyarodnék csak vissza így a 15 és azt követő eseményekhez. Ugye a beszélgetésünk legelején ugye a cikket kapcsán beszélgettünk arról, hogy forradalmak hogyan robbannak ki, hogyan alakulnak ki. Arról mit lehet elmondani, hogy, hogy ha kirobban egy forradalom, és utána katonai szerveződésre kerül a sor, hogy e között a két lépés között milyen akadályok vagy, vagy olyan folyamat ábrák vannak, amik esetleg mondjuk más esetekben nem jöttek létre. Ugye beszéltünk, illetve ezt is köztudott, hogy 15. -e környékén ugye rengeteg más európai városban is ugye történtek mozgolódások, viszont ugye ott nem sikerült feltétlenül az a katonai szerveződés, sőt, tudtam egyáltalán nem, ami, ami végül Magyarországon megtörtént, hogy ez minek köszönhető. Alapvetően egy, egy hadsereghez két ö, egymástól viszonylag független szempont szükséges. Egyrészt az, emb, az emberi erő, tehát az erőforrások, a, mondjuk úgy a ténylegesen a katonák, másrészt a felszerelés. Ugye ö, ez egy visszaes történet, ez is kevés szokott előkerülni, hogy azért lett a, a honvédeknek barna a a felső ruházatuk, ami egyébként a, a tűzérségnek a tüzérségnek a színe volt, mert, mert Budapesten, vagy ért, bocsánat, Pesten volt egy tüzérszertár, ahol nagyon sok ilyen egyenruha volt. És utána később az igyekeztek ezeket a mondjuk így visszáshelyzetet orvoson, de az első honvéd alakulatok ezt a barna felső ruházatot kapták azért, mert ez volt raktáron. Ugyanez volt a helyzet egyébként a, a, a kézifegyverekkel, tehát a kovás és a pisztolyokkal, és az, azt használták, amit tudtak. Ugye Gábor Áronnak a írás is arról szól, hogy kellett ágyút önteni, és szükség volt rá, tehát ez is egy, egy olyan történet, hogy igazából azt hiszem, hogy ami a, a legfontosabb ezen a területen, ugye, hogy az önkéntesek, az első 12 hombizászlali önként állt föl, és gyakorlatilag a felszerelése helyek közé biztosítva is volt, részben császári raktárakból, részben lakossági adományokból. Tehát gyakorlatilag az egész társadalom egyértelműen kiállt a, 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 forradalom mellett. Ugye ebbe benne volt az, hogy a jobbácsága a jobbágy felszabadítást remélte, a polgársága a, a diktatúrának vagy az elnyomásnak az enyhülését, és a nemesség is mellé állt az ügynek a nemzeti felszabadulás eszméje miatt. Tehát az egész társadalom széles körben támogatta ezt a fajta mondjuk így felkelés a ellen, amíg máshol azért Más szempontok voltak, és kevésbé sikerült a nemzeti felszabadítást a, a társadalmi, például a jobbágy felszabadítás vagy egyéb eszmével összekötni. Itt, itt egy ilyen hát nem mondom, hogy szerencsés egy mert ez évek óta érrelődött, tehát a kosút is más több lépést tett, de gyakorlatilag ez a, a, a jókor, jó helyen, jó szándék mind a három egyszerre ott volt. Ilyen szempontból is egyedül volt. Tehát végezetül a hallgatóknak újfent ajánljuk, hogy az indexen megjelent cikket, amely a, a, a arról szól, hogy milyen különböző érdekességek, vagy kevésbé tudott tények, fanfektek vannak a forradalomról és a szabadságharcról. Ezt mindenképpen ajánljuk elolvasásra, leírásban majd megtalálhatják. Mi pedig Köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmet. A mikrofonnál Longa-ba rantrásra hallhatták vendégünk, Sumkóti Bálint volt, akit nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen. És uh, Isten áldja Magyarországot március 15-e alkalmából a viszontlátásra viszont hallásra.